Szeretettel köszöntünk ismét minden kedves hallgatónkat a Reveal Hidden Reality YouTube csatornán. Köszönjük hozzánk intézett e-mailjeiteket az előző hanganyagokkal kapcsolatban, és megpróbálunk mindenkinek a kérésére válaszolni azzal, hogy a kérésnek megfelelő informatív hanganyagot fogunk készíteni. Ebben a hanganyagban arról szeretnénk beszélni, hogy mi valójában magyarul fogalmazott luciferizmus, tehát mit akar ez a kifejezés, és miben nyilvánul meg. Hát ennek a hanganyagnak az elkészítését az inspirálta, hogy különböző fórumokon látva azt, hogy szóba hozzák a YouTube csatornán elkészített hanganyagainkat, és arról beszélgetnek, arról vitatkoznak az ott jelenlevő személyek ezeken a különféle fórumokon, és rossz szájízzel néhányan azt jegyezték meg, hogy mi amellett, hogy azt állítjuk, hogy azok az emberek, akik szent szellembetöltekezést gyakorolnak a kundalini jogával és az indiai hindu vallásból az avatar emberben lakó istenség tanon keresztül, azt állítjuk, hogy ez luciferi márat vagy luciferizmus, és ezt nagyon sokan zokon veszik, és nem értik, hogy mi miről beszélünk. Tehát a luciferizmussal kapcsolatban, amikor azt állítjuk, hogy a kereszténység különféle berkein belül résztvevő embertársaink azoknak a felekezeti mozgalmaknak a bevett szokásait és tanrendszereit gyakorolják, és azt élik meg az életükben, és erre azt mondjuk, hogy ez luciferizmus. Ez alatt nem azt értjük, hogy valamiféle ördögszobor előtt hajlonganak az emberek, vagy valami sötét, emberáldozós, gyerekáldozós, valami vallásos ceremónián vesznek részt, vagy abban vesznek részt, és abban működnek közre, közösen, és vért isznak, és embert áldoznak, és hasonló ilyen dolgok. Tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem erre gondolunk, amikor luciferizmusról vagy sátánimádatról beszélünk. Mindenekelőtt le kell szögeznünk azt, vagy meg kell magyaráznunk azt a kifejezést, hogy imádat, hogy ez mit akar a Biblia nyelvén. Tehát a helyzet az valójában, hogy a Biblia fordítók szándékosan olyan szakszavakat használnak a kereszténység vallásán belül, amelyek szándékosan elterelik az embereknek a figyelmét a dolgok eredetéről, hogy ne lehessen kideríteni, hogy pontosan miről van szó. Tehát amikor luciferizmusról beszélünk, vagy lucifer imádatról, akkor pontosan ezzel a szóval, hogy imádat, ezzel azt érik el az emberek, hogy az embereknél a biblia hamisítók és nyelvészek, hogy az emberek arra gondoljanak, hogy ugyanolyan aspektusban, mint a kereszténységen belül, ahogyan imádatot mutatnak be az emberek az ő általuk elképzelt Istennek, akiről ki kell hangsúlyozni, hogy nem ugyanaz a személy, mint a megváltónknak és szabadítónknak, aki az életét adta értünk azért, hogy az ő példáján felbuzduljunk és elhatározunk, hogy az ő utasításainak próbálunk meg engedelmeskedni az életünk során, és ezáltal akarjuk tisztelni őt, és ezáltal akarjuk tisztelni az Atyát, az egyedüli örökkévaló Istent, aki teremtette az egész világot, és ő rajta kívül nincsen más Isten. Tehát amikor a kereszténységen belül elterjesztették az imádat típusú Isten tisztelést, tehát zenével és önkívüli állapotba való ejtéssel,
bizonyos szavaknak és mondatoknak a mantrázásával, újra ismételgetésével, megvallásával létrehozták ezt az imádatrendszert, aminek az alapja ugyancsak babiloni, ősi, több ezer éves múltra visszatekintő vallásrendszerek, bálványimádó vallásrendszereknek az Isten tiszteleti formája, az ő isteneiknek az imádása. Tehát amikor imádatról van szó, akkor arról van szó, hogy valamiféle ezoterikus vagy okkultista, tehát rejtett ismereteknek a gyakorlásával érik el azt, hogy ők azt hiszik, hogy ők az ő istenüket imádják, és azt hiszik, hogy ezen az imádaton keresztül kapcsolatot tudnak teremteni az istenükkel, akiről azt hiszik, hogy az egyedüli örökké való, mindenható, mindenütt jelen való és mindentudó Isten, aki a megváltónknak és szabadítónknak az atya, aki őt küldte, és őt neki mondta, hogy mit tegyen, őt utasította, hogy mit cselekedjen. Hát ők azt hiszik a kereszténységbe belül az emberek, hogy ez az ő általuk imádott Isten, az ugyanaz az Isten, akiről mi beszélünk. De a kereszténység Istene nem ugyanaz az Isten, mint az Ekklésziának, a mindenhonnét kihívott embereknek a közösségének a gyülekezete világszerte, minden ember típussal, minden országból, minden földrészről. Tehát az imádás mögött tulajdonképpen ez rejlik. A kereszténységben ez itt ezoterikus, tehát beavatásokon, tehát bizonyos vallásos eseményeken és liturgiákon kell az embereknek részt venni ahhoz, hogy a kereszténységnek a tagjai legyenek, és ezáltal az ott terjesztett dogmákon keresztül elhitetik az emberekkel, hogy ezeken a rendszereken keresztül ezoterikus, tehát a beoltottak számára szóló ismereteket közlő vallási mozgalom, és tehát mozgalmon belül, amiket terjesztenek a már beavatottaknak vagy a tagoknak, amely ismeretek minden alkalommal okkultizmuson, azaz rejtett vagy titokzatos misztikus ismereteknek a megismertetése az emberekkel, hogy ezáltal azt hitessék el, hogy ők valami olyan ismeretnek a részeseivé váltak egy vallási rendszeren belül, amely garantálja számukra az örök életet a halál után, a földön való meggazdagodást, a prosperitás elméleten keresztül, és a földön való hosszantartó, újra és újra megújuló egészség, természetfölötti módon megszerzett egészségnek a megnyeréséről szólnak ezek az okkult, rejtett, misztikus tanok. Ezért van az, hogy a János jelenésekben látjuk azt, hogy a fenevadon ülő asszony, tehát a fenevad, azt tudjuk, hogy az írásból, ahogy az angyal elmagyarázza, hogy az 7, majd később 8 ország, amely vezeti a világot, a bankrendszerén keresztül ma már tudjuk ezt, abban az időben még nem lehetett tudni, nem volt minden ember számára kijelentett dolog ez, hogy 7 és majd később hozzáig csatlakozó 8. ország bankrendszerén keresztül van kontrollálva ez a 8 ország, amelyen keresztül aztán az ördög és a földi helytartója az Antikrisztus, amely jelen pillanatban a pápa, a jezsuita Bergoglio pápa, és az ő mögötte meghúzódó pénzügyi, vallási és politikai érdekszervezetek legbelső köre, az a néhány tucat ember, aki valójában kontrollálja egymás közötti szövetségen keresztül az egész világot. Elsősorban pénz és bankrendszeren keresztül, majd politikán és hadászaton keresztül, és az egésznek viszont egy vallási köntöst adnak, hogy a kereszténységnek kell terjednie, a kereszténységnek kell elfoglalni a világot, mert az Istentől van, és így az egész világ Isten igazságában, Isten
tisztelésében fog létezni. Ezzel szemben egy másik vallást is fölállítottak a romanizmuson, a romaiak által létrehozott univerzális valláson keresztül, amely magába olvaszt minden más vallást, felekezetet és filozófiát, és ennek a skálája nagyon széles, tehát ebbe beletartozik minden országnak, minden kultúrának, minden földrésznek a vallási teológiája, a világi filozófiája, és az ezek mögött meglapuló okkult, tehát titokzatos, misztikus ismereteket való nézetekről híres mozgalmak, amelyek ezoterikus mozgalmak, tehát mert a szó maga az, hogy ezoterizmus, az azt jelenti, hogy belső, tehát a beavatottak számára szóló, az ezoterizmus az pedig a külső, tehát a laikusoknak a csoportja. Tehát lehet ezt látni, hogy ezekben az ezoterikus mozgalmakban és egyesületekben vagy csoportosulásokban misztikusságon és okkultizmuston, tehát babonaságokon és elrejtett vagy álcázott, valaminek álcázott ismereteken keresztül, ismereteket osztanak meg az emberekkel, azért, hogy ezeken az ismereteken keresztül, amit az emberek zöme nem ért, hogy valójában mi az, amit gyakorolnak, ezen keresztül teszik az embereket, ezeknek az elméleteknek a gyakorlása során teszik az embereket beavatottá. Tehát mindaz, aki gyakorolja a nyelveken szólást, amely ezoterikus filozófiáknak a gyakorlata, ilyenkor az ő állításuk szerint az ő isteneikkel beszélgetnek titkokat. Ez elsősorban a hinduizmusban nagyon elterjedt és alapvető tantétel, tehát így kerülnek kapcsolatba a buddhizmusban is az ő különféle isteneikkel és szellemeikkel. Tehát látjuk azt, hogy a babiloni eredetű vallások és teológiák és filozófiák és gondolkodásmódok, kultúráknak a gondolkodásmódjának az alapvető eleme valamilyen istenben, vagy legalább sok istenben való hit, több istenben való hit, és azokkal való kommunikáció az ismeretek gyakorlásán keresztül, amelyek remélhetőleg gazdagságot, bőséget, egészséget és karriert, hírnevet fognak garantálni a nekik szót fogadó embereknek. Hát az Istennek, a teremtő, mindenható, örökkévaló Istennek pedig a filozófiájában, vagy tulajdonképpen a felfogásában és az ismeretrendszerében teljesen idegen elképzelés az ördögöknek, démonoknak a létezése és emberbe való lakása, vagy az a képességük, hogy emberekbe bele tudnak menni. Tehát főleg a távol-keleti, tehát minél inkább közel-keletre megyünk, és minél inkább közel-keletre, távol-keletre megyünk Babilonból, lehet látni azt, hogy a nap, tehát minél inkább keletre megyünk az égtájak segítségével, tehát minél inkább a keleti irányba megyünk a civilizációkat figyelve és a történelmüket, annál inkább a fénnyel, a fényt adó nappal és az abból származó élet generálással vannak kapcsolatban ezek a filozófiák, amely természetesen úgy csapódik le, hogy ugye ahogyan a növényekhez, a gabonáknak a növekedéséhez napfényre van szükség, száraz időre,
amelyből aztán az aratáskor bizonyos mennyiségű terméshez jutnak az emberek. Nos, ilyenkor az ősi időben minél inkább nagyobb terméshez tudtak jutni az emberek az aratás során, annál több volt a megtakarításaik vagy a szükségleteiken felül több maradt, amit el tudtak adni az emberek. Tehát minél nagyobb lett a termés, annál nagyobb lett a fölösleg, és ezt a fölösleget az emberek minél nagyobb mértékben tudták eladni, így minél nagyobb összeghez jutottak a piacokon a megtakarításaik fölött. És így minél több új hasznot tudtak befektetni, tehát minél több magot tudtak ismét venni a következő vetéshez, minél nagyobb földterületet tudtak venni, hát így egyre nagyobb lett a termőföld, és a termés, az aratás, és az abból fakadó haszon. Így az emberek a fényén, a napsütésen keresztül így lettek egyre vagyonosabbak az emberek. Tehát minden kornak az akkori technológiai fejlettségében élve jobban tudták élvezni az akkori technológiákból származó könnyedebb életet. Tehát, és ez miatt az emberek akkoriban babonásan különféle elméleteket hoztak létre azzal kapcsolatban, hogy ha a napot istenként, tehát egy természet fölötti személyként tekintik, és mindenkorra biztosítani akarják az emberek a napfényből származó termésnek a nagyságát, és az ebből fakadó hasznot és vagyont, profitot, akkor az emberek azt gondolták materialista módon, amelyet ötvöztek aztán spirituális elképzelésekkel, babonás képzelgésekkel, azt gondolták, hogy ez egy istenség, és hogyha ennek áldozatot mutatnak be, és mindig úgy viselkednek, hogy ezzel jó kapcsolatot ápoljanak, akkor ez az istenség szavatolni fogja számukra a nyári időben, tehát a minél hosszabb nyarakat, a minél melegebb időszakot, és a minél jobb termést, és az abból fakadó minden nagyobb betakarítást. Tehát így van kapcsolatban a fénynek, a napnak, mint istenként való tisztelése a bővölködéssel. Tehát innét ered, ezért mondják a kereszténység gyülekezetein belül, a Bibliára hivatkozva, hogy hozták létre ezeket az elméleteket, amit Isten luciferizmusnak nevez, hogy az adakozás és a tizedfizetés terén minél nagyobb összeget adakozik az ember, annál nagyobb áldásban lesz része, annál jobban fog működni a prosperitás azoknak az embereknek az életében, akik szüntelenül anyagi áldozatot hoznak Istennek adakozva, de a baj ezzel az, hogy ezek az összegek nem az egész gyülekezet teljes létszámát gyarapítják és segítik, hanem a felső vezetés a belső körökben levő a néhány embernek és azoknak családjának a luxus életben való eltartását szolgálják ezek az összegek. Tehát így ezért állítjuk azt, és mondjuk azt, hogy a kereszténység nem a megváltó által lett létrehozva, mert a természete nem egy és ugyanaz. A megváltónk Istentől küldve, és utasítva, és tanítva, és vezetve soha nem mondta azt, hogy ő az Istentől, az Atyától azt az utasítást kapta, hogy azt tanítsa az ő tanítványainak, hogy bőségesen önmagukat megfeszítve adakozzanak az emberek, és tizedet fizessenek, azért, hogy így az Isten
garantálja az ennek a utasításnak, engedelmeskedőknek a számára garantálja a minél bőségesebb ellátását a hétköznapi életben olyan téren, hogy a létszükségleteik a mindennapos éléshez biztosítva legyenek. Tehát ha megvizsgáljuk az Isten fiának a beszédeit, az ő beszédeinek a természete soha nem sugallja azt, hogy az emberek valamiféle spirituális módon próbálják megragadni a földi életben való gyarapodás és meggazdagodásnak a lehetőségét azáltal, hogy éjjel-nappal azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetnek gazdagabbak és jobb módúak, hogy abból még többet adakozzanak, hogy ezért még inkább megáldja őket az Isten, és még magasabbra kerüljenek a luxus létrán a társadalmakban. Tehát Isten soha nem adott ilyenfajta utasítást és ilyenfajta tanítást az isteni ismeretekben, hanem ezzel ellentétben mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben a földi, kézzelfogható vagyon megszerzésének a fontosságát másodlagosnak tartotta Isten. Elsődlegesen arra ösztönzi Isten az ő természetéből fakadó tanításokkal az embereket, hogy az isteni gondolkodás és az isteni természetnek a gyümölcseiben legyenek az emberek gazdagok, és a földi természetnek és ördögi természetnek a kincseiben, gyümölcseiben pedig legyenek szegények az emberek. Tehát maga a luciferizmus szó, a latin szóból, nem is véletlenül, a latin szavakból származik, két szóból származik a luciferizmus kifejezés. Az egyik szó a lux, a másik szó pedig, hogyha jól emlékszem, fair, igen, fair, lux, és a fair szóból származik, ennek az egyesítéséből származik a Lucifer szó. A lux az azt jelenti, hogy fény, a fair az pedig azt jelenti, hogy hordozni, tehát a lux az azt jelenti, hogy fény, a fair az pedig azt jelenti, hogy hordozni, vagy birtokolni. Tehát, hogyha ezt a két szót összerakjuk a későbbi angolosított formában, tehát az évszázadok során a luxfer, vagy luxifer kifejezés az évszázadok során, ahogy a latinból kialakult az angol nyelv, így módosult és egy kicsi átalakult, és magyarul lucifer, angolul pedig luciferism, a luciferizmus. Tehát azt jelenti, hogy fényhordozó, fényt adó, vagy fényt megosztó, fényt birtokló, ilyesmit jelent a maga a lucifer vagy luciferizmus. Tehát ebből is lehet látni, hogy egy olyan eszméről, egy olyan filozófiáról van szó, amelynek az alapvető gondolkodás módja a fénnyel, a fényből való fényből nyerhető haszonnak a megszerzésére utal. Tehát a fény tulajdonságaival való gazdálkodás, az abból fakadó előny nyerésről szól a luciferizmus. Ezért a Bibliában is Lucifer a fényhordozó, akinek az ezoterizmusban a szimbóluma a Vénusz, amely az esthajnal csillag, tehát elsőként jelenik meg az esti szürkületben, mivel hogy a Föld a nap körüli pályáján a Holddal együtt olyan állapotban van a naphoz viszonyítva, hogy a nap, ugye, hogy megvilágítja a Földet, ahol az esti szürkület kezdődik, ott már
kevésbé éri a napfény a Földnek a felszínét, de mivel a Vénusz a Föld és a Nap között olyan távolságban van, amely az esti szürkületkor még mindig a napsugarak elérik a Vénuszt, és ezért a Földről látható elsőként a Vénusz, ez az égitest. És ugyanakkor hajnalban is ugyanez a helyzet, hogy amikor a nap kezd felkelni, akkor még mindig, ahogy a sötétség nem vonul el a Földről, tehát még nem érinti a Földnek a felszínét a napnak a sugara, de elsőként éríti a napnak a sugara a Vénusznak a felszínét, ami fényt kezdi bevilágosítani a Földnek azt az oldalát, amely a nap felé fordul, és ilyenkor a Vénusz az, amit még utoljára még megvilágít a teljes nappal beköszönte előtt a napnak a sugarai. Hát ezért látszik még, hogy a Földön még a teljes fény még nem éri el azt a nagyságát, amiből a nappal lesz, de ilyenkor még tiszta fényben eléri a napnak a sugara, akkor kezd elvonulni a Vénuszról. Tehát ezért látszik még hajnalban is a Vénusznak a fénye, de ahogyan a nap egyenesen, tehát a Föld azon az oldalán, amelyel szembe fog kerülni a nappal, nagyobb mértékben fog részesedni a napsugarakból azon az oldalán, és ilyenkor már a Vénuszról eltűnik a fény, tehát ezért nem látni nappal a Vénuszt. És ezért van az, hogy az ezoterikus tanokban és a misztikus luciferi tanokban szimbólumként Vénuszt használják az istenségük szimbólumaként, és ezért beszél tulajdonképpen Isten is hasonlatkép, tehát nyelvezett szólással az Isten szimbólum alkalmazásával Luciferről, mint fényhozóról, amely a görög mitológiákban és a különféle babiloni okkult vallásokban, ezoterikus luciferi vallásokban, tehát fényen alapuló vallási és filozófiai rendszerekben, ezért van kapcsolatban, ezért alapul a napfényen az ő filozófiájuk, amelyet aztán párosítanak a meggazdagodás és az egészség megnyerésével kapcsolatos ismeretekkel, amelyből aztán olyan filozófiákat és vallási dogmákat hoznak létre, hogy az emberekkel elhitetik, hogy ezeken az ismereteken keresztül az emberek hozzájuthatnak vagyonhoz és hosszantartó, vagy akár örökké tartó egészséghez is, akár nyerhetik az istenné válás szintjét is az emberek ezek által az ismeretek által. Tehát ezért ezeknek az ismereteknek az átfogó neve luciferizmus. És ezeket az ismereteket fel lehet fedezni a kereszténységen belül. Ugye azt állandóan említjük, hogy a kereszténységet nem maga a megváltó hozta létre, hanem a kereszténységet a római családok hozták létre, akik egészen Káintól és Nimrodtól származnak, és végigvonulva minden ősi civilizáción az ő családjuk mindenhova beépült, és mindenhol elfoglalták azoknak az országoknak a királyságát, majd azokat felhasználva, támadásokat intézve másik országok ellen legyőzték őket, rabszolgáivá tették azokat, majd elpusztították azokat az országokat, és így tulajdonképpen rajtuk keresztül terjedt a sátánnak a királyi széke, az Antikrisztus királyi széke, amely vándorol Babilontól kezdve minden hódító empire-ön keresztül, addig, amíg teljes mértékben el nem foglalja az egész földet. Tehát
Istennek is ez volt a terve, hogy Ádámon és Éván és az ő gyermekeiken keresztül, hogy ők őt tanították volna, a gyermekeiket az Isten ismeretre és kapcsolatban maradtak volna, isteni erkölcsben maradtak volna, ezt adták volna tovább a gyermekeiknek, és szaporodtak volna, míg be nem szaporították volna a földet, és így ezáltal az volt Istennek a terve, hogy kiszorítsa teljes mértékben az istentelenséget, igazságtalanságot a földről, hogy Lucifer ne tudjon semmilyen mértékben tevékenykedni a Földön. De sajnos ez nem sikerült, mivel az ember hallgatott Luciferre, hallgatott az ő hazugságaira, és elhitte azt, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb bűne az embernek, hogy amíg az embernek Isten felkínálja az ő maga segítségét, és azt, hogy tanítja az embert, hogy hogyan tud úgy élni az ember az Isten természetében, hogy ha az ember bűnökbe is esik, és bocsánatot kér, és a cselekedeteivel igyekszik bemutatni azt, hogy ő küzd önmaga bűnös természete ellen, és küzd a cselekedetekben megnyilvánuló bűnök ellen, ezért Isten kész megbocsátani az embernek. Tehát a bocsánatkérés az elsősorban nem szavakban nyilvánul meg, de mivel Isten kép mása vagyunk, tehát van testünk és van lelkünk, ezért a lelki szinten való kommunikáció is fontos Istennel. Az Istennel való párbeszéd, az Istenhez idézett monológiaink, tehát beszédben megnyilvánuló párbeszédeinken keresztül is, ki tudjuk fejezni, és ki kell fejeznünk az Isten felé irányuló szeretetünket és sajnálatunkat, hogy a cselekedeteinkkel sajnos megrontjuk a jó kapcsolatot, és beszédben ugye ki tudjuk fejezni az érzelmeinket, és ezáltal tudatni tudjuk Istennel, ki tudjuk fejezni érzelmi szinten elsősorban azt, hogy és értelmi szinten, ugye, mert érezzük, hogy nem jó, érezzük, hogy a lelkünkben azt, hogy megrontottuk a jó kapcsolatot az Istennel, amiből származik a bűneinknek a bocsánata, az ítélettől való mentességünk és feloldottságunk, és a lelkünkben érezzük, hogy megsértettük a mi Istenünket, az ővele való jó kapcsolatot, hogy ő szüntelenül az életünk minden másodpercében azon fáradozik, hogy tanítson minket, hogy hogyan éljünk úgy, hogy ővele nagyon jó kapcsolatban, szeretett kapcsolatban élhessünk. Tehát az ő szeretése, az ő szeretéséből kiindulva kerüljük azt, hogy másoknak kárt okozunk, akár érzelmi szinten, akár értelmi szinten, akár fizikai szinten. Tehát érzelmi szinten, hogy azt fejezzük, hogy nem szeretjük, és ezáltal frusztráltá tesszük az embereket, ezáltal szomorúvá tesszük az embereket, ezáltal olyan érzéseket keltünk az emberben, hogy a másik emberekben, hogy tehát negatív érzéseket, ami miatt negatív pályára, negatív gondolkodásmódra sodródnak az emberek, és ez miatt a gondolkodásmód miatt viszont negatív lesz a viselkedésük, a cselekedeteik, ami miatt aztán olyan éles stílusban kezdenek az emberek élni, amely Isten számára nem elfogadható, nem tükrözi az isteni természetet, az Istennek a szeretését, egymásnak a szeretését, és ezért az emberek ezen a módon is ítélet alá kerülnek, tudtukon kívül. Tehát úgy élnek a Földön, mint a filmekben a zombik. Tehát élő halottként élnek az emberek, akik nem Isten természetében élnek a Földön, élő halottként élnek, mert ugyan fizikailag élnek, dobog a szívük, tesznek, vesznek, cselekednek, még meg nem halnak, de valójában ez idő alatt egész végig Istennek az ítélete volt rajtuk, és ha meghalnak, akkor azonnal arra helyre kerülnek, oda viszik az Isten angyalai a lelküket, ahol tartják az embereket a végső nagy ítéletre az 1000 év után, félre lesznek az emberek lelkeit téve a várakozó helyen, és nem oda kerülnek, ahol Ábrahám is volt, és Mózes, Dávid, és az összes próféta, és mindazok az emberek, akik az Isten beszédében
üdvösséget nyertek, tehát a jó magaviseletük miatt elkerülték az Istennek az ítéletét, és ezek mind ott voltak az Ábrahám kebelének nevezett helyen, ahol azok a holt lelkek voltak, akik vártak a feltámadásra, a megváltó meghalásakor, és amikor kinyíltak a sírok, akkor ezek kijöttek, majd egy felhőben elvitte őket az Isten, az Istennek az országába. Tehát ők már ott vannak, de attól kezdve, tehát a megváltó megkínzása és meggyilkolása és az ő feltámadása óta azok, akik meghalnak, és az Isten természetében éltek, az Isten igazságában, azok az Ábrahám kebelére kerülnek vissza arra a helyre, ahol a várakozás történik a nagy nyomorúság utáni elragadtatásig, ahonnét aztán, mikor feltámadnak, akkor az élőkkel együtt az Istennek a fia, ami megváltónk, szabadítónk, elviszi őket az életben maradottakkal. Tehát a Krisztus által, tehát a megváltónk által létrehozott eklészia, tehát az ő szent élete által létrejött eklészia, ugye az Istennek a természetét és a megváltó természetét tükrözi, a cselekedeteit és gondolkodásmódját, megnyilvánulását, beszédét tekintve. A kereszténységben viszont ezt nem lehet felismerni, fellelni, mert elsősorban a kereszténységben luciferizmus van, tehát az örök élet földi eszközökkel, materiális és spirituális eszközökkel való megragadását gyakorolja, tehát ilyen eszméket vallanak az emberek a kereszténységben, amelyet napimádó, lucifer imádó, tisztelő emberek hoztak létre, hogy ezeket a titokzatos ismereteket ezt propagálva az emberekben fölkeltsenek egy vágyat, hogy, és tulajdonképpen egy óriási hitetés is, tehát varázslás maga a luciferizmus, mert az emberrel elhiteti azt, hogy bizonyos cselekedetekkel meg lehet nyerni, hogyha az ember azt gyakorolja, akkor az ember ki tudja érdemelni az Istentől a földi életben való gazdagságot, a földi életben való egészséget, és ebben a folyamatban az Istenné válásnak a lehetőségével kecsegtet. A kívülállók, tehát az exoterial emberek számára, akik kívülállnak, tehát hétköznapi emberek, akik keresik a lehetőséget, keresik az ismereteket, hogy milyen ismereten keresztül juthatnának el arra a helyre, hogy a Földön önmaguk és gyermekeik részére olyan életet teremthessenek, amely nélkülözi a nehézségeket, a küzdelmeket, a nyomort, a kiszolgáltatottságot, és minden mellett pedig az egészséget, és ha lehetséges, akkor az örök életet is. Tehát, de az ezoterikus, okkult, filozófikus gondolkodásmódnak a természetében az az egyik legnyilvánvalóbb ismertető jel, amiről fel lehet ismerni azt, hogy ez a fajta gondolkodásmód, a luciferizmus, tehát a fénykeresés és az emberi, tehát magának a luciferizmus eszméinek, a kitalálóinak a filozófiája nem hoz az ember részére, az ember számára végleges megoldást a halál utáni életet illetően, ugyanis annak ellenére is, hogy a luciferizmus azt hiteti el, hogy az emberekkel, hogy a Földön is jól fognak élni, és nem csak, hogy a Földön fognak jól élni, utána pedig örökké fognak élni, de azt a gondolatot is felkínálja az embereknek, hogy generációról generációra a luciferizmusban gondolkodó és azt gyakorló emberek tulajdonképpen egy ilyen lélekvándorlás szerűen följebb és följebb, egyre följebb lépnek az istenné válás
hoz szükséges ösvényen, és a végén pedig évszázadok, évezredek múlva pedig elérhetik az istenné válást. Ezért például Káinnak és Nimrodnak a fiai ma abban hisznek, hogy ők istenek, ezért tulajdonképpen maga a pápa is, a mindenkori pápa is ezért hívja magát Szent Atyának, és a jogrend szerint pedig Istennek, tehát földön levő Istennek, mert a magyarul, a magyar nyelvben az Isten szó az azt jelenti, hogy apa vagy atya. Tehát az angolban a God kifejezést használják egy olyan személyre utalva, aki minden ember fölött álló személy, és olyan képességekkel rendelkezik, amellyel nem rendelkezik senki más. És tulajdonképpen az ősi családok, ugye ezek több ezer éves családok, tehát a mai világunkban jelenlevő gyermekeik, mint a Bushok, a Bush család, Rockefellerek, Rothschildok, Oppenheimerek, és az olasz családok, a német családok, tehát a Guelfek és a Windsorok, és az itáliai fekete nagy tiszteletű sötét családok, akiket úgy hívtak Velencében, hogy Black Nobility, tehát ezek az ősi, több ezer éves családok a mai napon azt hiszik önmagukról, az önmaguk között terjengő ezoterikus és okkult tanok és vallási gyakorlatok miatt azt hiszik önmagukról, hogy ők az elődeikhez képest ugye sokkal hosszabb ideig is élnek, sokkal egészségesebbek, nagyobb hatalmat, még nagyobb hatalmat értek el a föld országai fölött és a benne élő emberek fölött, és ezért azt hiszik önmagukról, hogy az utánuk következő néhány generáció, amikor is megvalósul teljes mértékben az új világrend, a New World Order, akkor ebben az ő gyermekeik és unokáik már istenként fognak létezni és uralkodni, mert minden ember fölött fognak élni és létezni, gazdagságot, egészséget, ismeretet, technológiát és misztikus ismereteket birtokolva. Tehát ha nézzük a kereszténység természetét, akkor teljes mértékben anélkül, hogy bárki azt gondolhatná, hogy mi vádoljuk a kereszténységet olyan dolgokkal, amely nem is igaz, nem helyén való, teljes mértékben meggyőződhet bárki arról, hogyha a kereszténység tanait vizsgáljuk, hogy nagyon nagy mértékben ezoterikus, misztikus és okkult ismereteknek a rendszeréről szól a kereszténység. Természetesen, hogy nagyobb legyen a hittetés, ehhez hozzácsatolták még az apostolok és az ő tanítójuk, a megváltónknak az elmondott szavait, és ezekbe a történetekbe illesztették be az írás meghamisításával azokat az ismereteket, tehát rejtett okkult ismereteket, amelyet úgy tüntetnek fel, és úgy forgattak bele a Biblia szövegébe, hogy az úgy tűnjön, hogy maga a Biblia is, tehát az Isten is ezoterikus, misztikus és okkult ismereteket akar közölni az emberekkel, hogy azt gyakorolják, hogy ezen keresztül akarja Isten szavatolni a tőle való védettséget, ellátottságot és a tőle való megbocsátást és az ítélet alól való felmentést. De ha megnézzük ezeknek a dolgoknak a természetét, teljes mértékben szemben áll a megváltónknak és Istenünknek a természetével. Tehát mindig alapvetően ezt tudjuk csak felhozni, mivel hogyha valaki vizsgálja a luciferizmust, tehát az mindig elsősorban
termékenységgel, elsősorban mindig vagyonossággal, gazdagsággal, jómódúsággal, luxussal és olyan ismereteknek a birtoklásával kapcsolatos, amelyen keresztül a szűk kör, aki már beavatkozottként a luciferizmusnak az eszméiben él, ezek számára kiváltságos pozíció nyílik meg, az, hogy ők maguk is élvezhetik az exoterikus, tehát a kívülállók vérveretékes, egész életén keresztül tartó küzdelméből származó javaknak a használatát. Tehát tulajdonképpen, ha valaki ezekben, ugye az egész világunk, ez a babiloni világrendszeri piramisában működik, ezért a szimbólumok ezeknek a filozófiai köröknek és családi szövetségeknek a piramis, vagy obeliszk, tehát mindenkor egy fölfelé csúcsosodó építmény, amely piramis, vagy bármi más, tehát obeliszk lehet, bármi, ami felfelé törekvő és csúcsban végződő építmény, tehát ezért a háromszög, és benne a mindent látó szem, tehát rának a mindent látó szeme, tehát ez is szimbolizálja, hogy egy olyan rendszer, amiben a rendszert fenntartó elit, tehát az a néhány száz vagy néhány ezer ember, a 7,5 milliárdból, nem sokára 8 milliárd földi lakosságból, alig néhány száz, 1-2 ezer ember kontrollálja, ő rajtuk keresztül kontrollálja, az a szűk, alig egy tucatnyi ember, akik kontrollálják az egész világot. Tehát ezek az emberek luciferizmus elméjét, tehát ezoterikus elméjét, tehát a elméleteit, tehát a beavatottak számára szóló elméleteket gyakorolják, amely szervezeteket az emberek csatlakoznak, és nagyon magas szintre el tudnak jutni üzleti kapcsolatok során, és úgy, hogy ha már ők maguk nagyon gazdagok, akkor, vagy valamilyen módon a luciferizmus ismeretein keresztül meggazdagodtak, akkor helyet tudnak vásárolni, tehát magasra tudnak fellépni ebben a közösségben, a luciferizmus közösségében, magas szintre tudnak belépni az emberek, hogy ők is élvezhessék a sok milliárd embernek a vérverejtékes munkájából generált hasznot, hogy azt a saját maguk luxus minőségű életének a fenntartására tudják használni az emberek. Tehát tulajdonképpen erről szól luciferizmusban papnak lenni, vagy prófétának. Ezeket az embereket, akik ilyen guruk, tanítók, táltosok és egyéb ilyenek, ezeket a Biblia hamis profétáknak nevezi, vagy hamis tanítóknak, és azokat az ismereteket, amely a luciferizmusból, tehát meggazdagodás és a minél nagyobb egészség megnyerésének az elméletei, ezt összefoglalóan a Biblia Isten nyelvezetén ördögnek nevezik, és azokat az embereket, akik ezeket tanítják, mind a mellett, hogy, tehát ezt felváltva használja Isten a Bibliában ördöngös vagy hamis proféta. Ez attól függ, hogy az ismeretben mekkora mélységben rendelkezik olyan ismeretekkel az illető, amelyre nézve minél nagyobb számú embertömeget tud az illető a saját maga befolyása alá vezetni, attól függően, tehát, hogyha egy ember, aki egy faluban vagy egy városban tevékenykedik, valamennyi ismeretet közöl a felszínen az emberekkel, tanácsot ad, hogy hogyan tudnak jó módhoz jutni, egészséghez, stb. Tehát ezekkel a reklám szövegekkel fölébresztik az emberekben a vágyat, hogy kipróbálják ezeket az ismereteket és a gyakorlataikat, természetesen nem ingyen.
És hát a néhány tucat, néhány száz ember mozgató ilyen tanítókat nevezi Isten ördöngösöknek. Viszont, hogyha már nagyon nagy számú embertömeget tudnak az elméleteikkel megvezetni az ilyen tanítók, akkor őket már hamis profétának nevezi Isten a Bibliában. És rendszerint a hamis profétáknak a hazugságaiból származnak azok az elméletek, amelyeket továbbadnak az ő alattuk szolgáló tanulóknak. Tehát ahogyan Istennek a koncepciójában az a felállás van, hogy elküldi az ő profétáit, elküldte az ő megváltóját, tehát az igazság hirdetőit elküldte Isten, és rajtuk keresztül kiválasztott másik embereket. Hát az Ószövetség engedetlen Izrael történetében, ugye abban az időben még csak Isten egy profétát használt, hogy megpróbálja kordában tartani a folyton engedetlenkedő Jákobnak a fiait, az ő nemzetállamokban élő embereket, és a profétán keresztül Isten mindig kiválasztott a földi pályafutásának a befejezése előtt, mindig kiválasztott egy személyt, aki jó erkölcsben volt, akinek a szülei is isteni természetben éltek, és követték az Isten útmutatását, követték Mózes tórájának az utasításait, és mindig ilyenekből válogatott Isten utódot a proféta után, tehát lehet látni, ez történt Illés esetében is, ott volt neki Elizeus. Ugye, viszont az új szövetség idejét, amikor már az eklésziáról beszélünk, és az eklésziában vannak jelen proféták, akiken keresztül Isten egyszerre sok-sok embert tanít. Tehát így a megváltónk is nem csak a megváltónk volt, és a szabadítónk, aki az önmaga magas isteni erkölcsiségével, magas szintű erkölcsiségével mutatott példát a tanítványainak. Tehát ő nem csak, hogy a megváltónk, nem csak, hogy az ítélettől való szabadítónk, és a végső kárhoztatástól való szabadítónk azáltal, hogy ő tanított minket az Isten természetére, hogy az emberek eltanulják az ő viselkedését, és ebben élve az emberek megmenekülhetnek az Istennek az ítéletétől, a végső kárhoztatástól és a kárhozatítélettől. Tehát ezért ő a mi szabadítónk. És ő nem csak a szabadítónk és a megváltónk, tehát hogy önmaga életét adta azért, hogy Isten az ő tiszta szent életűségének, a kimúlásának, az áldozására tekintve megbocsásson mindazoknak, akik az ő megkínzásán és brutális kivégzésén, szenvedésén megindulnak, és ebben a megindultságban úgy döntenek, hogy nem akarnak többet semmilyen módon bűnt elkövetni, mert látják akkor, hogy az ő életükre nézve teljesen haszontalan lesz a megváltónak a meghalása, tehát az ő életükben nem fog gyümölcsöt hozni a megváltónak a kínszenvedése és halála, hogyha az emberek megmaradnak a bűneikben. Tehát ezért nagyon fontos nem csak olvasni a Bibliát és tudomást szerezni arról, hogy milyen az Isten természete, hogyan kell abban élni, hanem ezen keresztül olvasva a Bibliát, megérthetjük azt, megtudhatjuk azt, hogy Isten mit tekint bűnnek és igazságtalanságnak, és mit tekint igazságnak, mit tekint engedelmességnek az Isten. És ezt próbálhatjuk gyakorolni az életünkben. Ezért mondja megváltónk azt, hogy ne csak olvasói legyetek az írásnak, hanem megtartói is, tehát megcselekvői is, mert az az ember, aki csak olvassa az Isten beszédét, és arról beszél, mint hogyha ez valami mennyből adott képesség, információ lenne számára, és ezáltal akar naggyá válni az ember, az ilyenről úgy vélekedik Isten a megváltónkon keresztül, hogy ez az ember, az becsapja önmagát. És ezért nagyon sokszor tanácsolja a megváltónk a önmaga által is, és a tanítványok által is, hogy ahogy Pál apostolon keresztül is mondja, hogy gyermekeim,
ne csak hallgatói legyetek az igének, hanem megtartói is, tehát megcselekvői is, hogy ne csapjátok be önmagatokat, mert aki nem megtartója az Isten beszédének, az olyan, mint a tengernek a habja, amit a tenger hulláma ide-oda dobál. Tehát, hogyha valaki csak olvassa a Bibliát, és ráadásul meg még olyan embereket hallgat, akik luciferi imádatot tanítanak, azok mindig az ilyen tanítóknak, hamis tanítóknak, mint hullámoknak a habjává válik, ugye, tehát a tanítók minden időben valami újfajta elmélettel jönnek elő, amelyet valamiféle siker teológiaként adnak el a kereszténységben, a hallgatóságban, főleg a pünkösdizmusban és a karizmatikusság vonalairól beszélve. Igaz ez, hogy ezek a hamis tanítók ezoterikus, okkult ismereteket tanítanak az embereknek, a meggazdagodás, az élet megjobbulásának, az egészség megszerzésének a különféle tanaival állnak elő, és az emberek persze, akik testiképpen vélekednek és gondolkodnak, azok azonnal ráugranak ezekre a teóriákra, és képesek pénzt fizetni a könyvekért, CD-lemezekért, hangkazettákért, és egyéb hanghordozókért, vagy könyvekért, videókért, hogy ezeket megvásárolhassák, mert elhiszik, hogy ezeken a videókon keresztül, vagy DVD filmeken keresztül, vagy bármilyen hanghordozókon, vagy könyveken keresztül, azon az emberen, az írón, vagy a beszélőn keresztül az Isten valami olyasmit fog közölni azért a pénzért, amely mindenképpen fellendíti az embernek az életét, aki megvásárolja ezt a könyvet, vagy DVD-t, vagy MP3 file-t, vagy bármit. Tehát így működik ez a hamis tanítás, a luciferizmus a kereszténységen belül. És ezért állítjuk azt, hogy a kereszténységben luciferizmusnak a terjesztése van, és ha figyeljük a természetét a luciferizmusnak, egy dologban nagyon-nagyon le lehet leplezni a luciferizmust, és meg lehet különböztetni, hogy ez luciferizmus és kereszténység beültetett távol-keleti tanrendszer, mivel hogy a meggazdagodás és a gazdagság és az egészség után való futásban arra való hihetetlen fanatikus összpontosításban az embereknek a figyelmét teljesen elkerüli az, hogy az Isten arról beszél, hogy ő azt várja el az emberektől, akik az eklésziában élnek, hogy ne önmagukra figyeljenek, önmaguk akarjanak szuperegészségesek lenni, és önmaguk akarjanak szupergazdagok lenni valamiféle elméleten keresztül, hogy ezt megnyerjék, hanem másokat akarjanak gazdagítani, másokat akarjanak jó létre, jó módra serkenteni, elsősorban lelki úton, tehát azáltal, hogy profitáláson keresztül az emberek vigasztalják, bátorítják, és ösztönzik egymást, hogy az emberek ne hagyjanak fel, ne hagyják az üdvösségnek, a tűzének a lángját kialudni, vagy hogyha már az kialudt és csak pislákol, vagy csak a hamuja van már az üdvösség engedelmességének, a tüzének, akkor az ember gerjessze azt fel ismét, azt a tüzet önmagában azáltal, hogy emlékezteti önmagát, vagy hallgat az őt emlékeztető, őt bátorító, őt vigasztaló személyekre, hogy igenis ne csüggenjenek, ne lankadjanak el az igazság cselekvésében az emberek, az Isten beszédének való engedelmességében az emberek, az Isten igazságának a természetében való élésben ne lankadjanak meg az emberek, mert ahogyan az igazságban való élés és az Isten természetében való élés által megnyerhetik Istentől az ítélettől való felmentést, a bűnbocsánatot, és még külön ajándékként az Isten országába való invitálást, a meghívást, ugyanúgy meglankadva és parázsló tűzként kialudva az ember az igazság cselekvésében, az Istennek való engedelmesség cselekvésében is megállhat, megfordulhat,
hát a mögött hagyhatja az Isten természetében való élést, és ugyanúgy szabad lehetősége van neki visszafordulni az embernek a világban, az istentelenség természetében, az engedetlenség természetében, a luciferizmusban való élésben gyakorolhatja tovább az ember az életét. Tehát Isten nem fogja ráerőszakolni önmagát és az ő ismereteit senkire sem, nem fog érte senkit sem megölni, ha itt a Földön az élete során az emberek nem az ő ismereteit, tehát az üdvösség ismeretét választják, és az ő természetében való élésnek az ismeretét, hanem Lucifernek, tehát a fényhordozónak, aki fényt ígér az embereknek, az istenné válás, az örök élet és a luxus életben való élésnek az ígéretét adja az embereknek, a bankárokon, politikusokon és vallási vezetőkön keresztül. Tehát ha az ember meglankad és megáll, és nem cselekszi tovább az Isten igazságát, az Istennek való engedelmességet, hogy az ember az ő természetében akar élni, akkor az ember automatikusan a másik oldalra helyezte magát, és a cselekedetei gondolkodás nélkül azonnal, hogy az ember boldoguljon ebben a világban, jó módban éljen, gazdagságban éljen, és minél nagyobb, minél magasabb szintű egészségben éljen, ezért ezoterizmusnak és luciferizmusnak, okkultizmusnak és materializmusnak az eszméit fogja az ember elsajátítani, azt szerint fog gondolkodni, és azt szerint fog élni, cselekedni, tenni-venni, hogy beépüljön ebbe a rendszerbe, amelyet materializmus, luciferizmus, miszticizmus, tehát misztikus, tehát babonás ismereteknek a gyakorlása hat át, tehát ez ennek a világnak a természete, ezért ennek a világnak az uralkodója maga Lucifer, és ezért az emberek, akik ezeket a tanokat találják ki, terjesztik, míg mások azt elfogadják, magukévá teszik, ezért működik az egész világ teljes luciferizmuson. Tehát ennek a természete teljesen önzésen alapul, mert az ember ő maga akar gazdag lenni, ő maga akar jó módú lenni, ő maga akar egészséges lenni, tökéletes egészséget megnyerni, vagy ha lehet, akkor istenné válni. És ha viszont ebből mégis az emberek megsajnálják egymást, azok, akik már elérték mondjuk a vagyonosságot, vagy a gazdagságot, és valamilyen szinten azért mégis megindul, még megszólal az Istentől bennük levő lelki ismeret, hangja megszólal, és figyelmezteti őket, ezeket az embereket, és erre válaszul, hogy megnyugtassák a lelkiismeretüket, tovább akarják adni az ő gazdagságukhoz vezető útnak az alapvető ismereteit, ezt mindig, a legtöbb esetben mindig pénzért teszik, vagy valamilyen olyan szándékból, amiből fakadóan mégis ők valamilyen módon hasznot nyernek. Tehát ilyen például az MLM rendszerek, tehát az MLM rendszereknek a természete teljesen luciferi, teljesen ördögi, mivel ugyan az embernek megengedik, hogy megszólaljon a lelki ismerete, és megsajnálja a csúcsra felért emberek, megsajnálják az alattuk levő, tehát az ő rendszerében kívül élő emberek, az exoter embereknek, tehát a kívülállóknak a sanyarú sorsát, szomorúságát. Ezért elárulják nekik a jó módhoz vezető út alapismereteit. Gondoskodnak arról, hogy az egész ismeretet nem adják át nekik, mert akkor ellen, tehát följutva arra a szintre vetélytársaivá válnak, tehát kontroll alatt tartják az ember jó módját, és önmaguk alá beszervezik ezeket az embereket, gyere, legyél a vállalkozásom része, gyere, írja alá egy szerződés, hogy nekem fogsz dolgozni, és árusítani fogod a portékáimat, és ebből hasznot fogsz kapni, és akkor ebből jó fogsz járni. Tehát magasabb szintre emelkedik az anyagi életed, és élvezheted az ebből fakadó luxus dolgokat, luxus tárgyaknak a használatát. De nem fogja engedni, hogy ugyanarra a szintre jusson, mint önmaga, mert
a materializmusban tehát ebben a világrendszerben, az ördög természetében az emberek ugyanarra szintre jutva vetétársnak tekintik egymást, és az emberekben az önzés azonnal bekapcsol, mi attól fogva, tehát az, aki belép az ezoterizmus világába, MLM rendszereken keresztül, az attól fogva azon fog gondolkodni, hogy hogyan juthat magasabbra és magasabbra, akár hogyan juthat magasabbra annál, aki őt beavatta ebbe a rendszerbe, és ha eljut arra a szintre, akkor pedig hogyan intézze őt el, mivel ugyanabban a rendszerben az emberek nem lehetnek ugyanolyan szinten, nem élhetnek ugyanúgy, mert mi történik? Hát a kereskedelem és a vagyon és a profitnak teljesen értelme veszik akkor, hogyha egy olyan világban élnénk, amikor mindenki ugyanazon a szinten, ugyanazon a luxusban él, mindenki ugyanolyan gazdag, tehát az embereknek nincs értelme, hogy miért kereskedjenek egymás között, hogy profitra tegyenek szert, hogyha mindenkinek nagyon-nagyon magas, tehát luxus életszínvonala van, senkinek nincs szüksége arra, hogy a másikat kifossza, ha csak nem, mégis a romlott ördögi emberi természet újra bekapcsol, és a hatalomvágy fog most már bekapcsolni, nem csak a luxusvágy, hanem a hatalomvágy, hogy mindazok fölé kerekedjen egy ilyen luxusversenyben, vagy hatalomért folyó versenyben, akiknek már amúgy is sok van, de ez irigységet hoz létre az emberben, és ezen az irigységen keresztül hatalomvágy jön a szívébe létre, az akaratába az embernek, és azt teszi fel szándékául, a célkitűzésként, hogy az összes többi fölé fog kerekedni, hogy bizonyítsa, hogy ő sokkal jobb a többieknél. Tehát sajnos ilyen módon működik az ördög természete és a luciferizmus. Tehát a luciferizmus, tehát a meggazdagodás, a jómód elérésének az erős vágya, és az ebben való élés, az mindenkor önzővé teszi, egyre önzőbbé teszi az embereket. És erkölcsileg borzasztóan fesletté, züllötté teszi az embereket, anélkül, hogy az emberek észrevennék ebben a versenyfutásban a vagyonért, gazdagságért, hírnévért és istenné válásért folytatott versenyben, tehát teljesen figyelmükben kívül hagyják azt, hogy az ő erkölcsük nagyon-nagyon rossz, és nem foglalkozik vele, de nem is érdekli, mivel el sem hiszi ez miatt az elméjében való beprogramozás miatt, hogy a halála után van még folytatás, nem csak odáig tart az élet. Tehát a luciferizmusnak az is nagyon nagy veszélye, hogy egy idő után teljesen materialistává teszi az embert, megszűnik az ember már az addigi ezoterikus gondolkodásban hinni, tehát megszűnik olyan elméletekben hinni már, hogy az ő ismeretei attól a napistentől származnak, akinek köszönheti a vagyonát és a gazdagodását, meg azoknak az elméleteknek a kitalálóinak. Tehát ezért van az például, hogy az ilyen nagyon gazdag emberek, mint Soros György, ugye megkérdezte tőle a riporter a BBC-nél, hogy uram, ön hisz Istenben? Nem. Nyilvánvaló, hogy ez az ember ugyanúgy, ha Istenben nem hisz, sátánban sem hisz, tehát nem hisz ennél fogva a kárhozat ítéletében, ezért nem fog félni olyan dolgokat művelni, amit ők művelnek. Are you religious? No. Do you believe in God?